hogy ez a szerelem nekem nem a kóla. At least nem ilyen fajta kóla, az biztos. Ez mi, srácok? Ennél többet nem árulhatok el. DJ Szecseit hallottátok, hogy lekeverte. Na, figyelj, nem is mondok semmit, kezdjünk neki. Tudjátok, hogy mi a stájsz. Coke Zero illatra. Picit fertőtlenítő szaga van. Fú, bazzik, ez jó szar. Olyan, mintha egy sütit innék. Nem. Ez olyan, mintha kihánytál volna egy tortát, és ittál volna rá egy pohár Coke Zero-t. Ugyanilyen íze lenne utána a szádnak. Ez szar. Ez nagyon rossz. Tehát így egy korty után így meg tudtam mondani ezt a dolgot. Akkor olyan, mintha fagylaltot innék, de kóla. Olyan, mintha hánytam volna egy oreós tortát, és utána ittam volna egy pohár kólát. Teljes mértékben. Megy a YouTube stream is. Sziasztok YouTube nézők, hello! Sziasztok YouTube nézők is. Azt is, tehát is fogom olvasni néha. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehet. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Nézzük ezt mi. Ezt is láttuk? Ő Benson? Sketch, you tell him. Sketch? Srácok, ez jobb, mint olyan Esco, az a baj. Hány éves amúgy? Fél, nem kell érteni a dalszöveget, az teljesen mindegy, vágod. A vibe, ezek a vibe-centrikus zenék, és én azt mondom, hogy jobb, mint a Ionescu. Jobb vibe-ot hoz, mint a Ionescu. Ezt jobban, ezt szívesebben hallgatnám, mint a Ionescu-t. Van ritmus érzéke, a dalszöveg az jó szar, amúgy ezt itt azért lehetne átírni benne dolgokat. A tunt jól be kéne lőni, meg jól ki kéne keverni, és amúgy ez jó lenne. Ezt ő keverte? Gondolom igen, amúgy. Ez actually nem rossz. Figyelj, ahhoz képest, hogy mennyire fiatal, szerintem tudna ő jobbat is csinálni. Hát amúgy a klip se volt olyan rossz, érted? Végül is elmegy. Itt a játszótéren nyomják meg ének. Szétadom. Ez Riz. Ez teljes mértékben Riz. Szerintem az általános iskolás gárzsikat ezzel biztosan fel tudja szedni amúgy. Szoktatok League of Legends-ezni? Nem. Mert a következő. Nem, amúgy csak viccelek. Nézzük meg, hogy mit mond. Most már érdekel, bazzeg. Bevallom, én nem vagyok egy nagy videójátékos. Sőt, valójában a FIFA 98-al játszottam utoljára. Az mondjuk sok mindent elárul. Azzal se túl sokat. De valami szemet szúrt. Ez a világ egyik legnépszerűbb játéka, ami régen ilyen volt. Most meg már ilyen. Ez mi? Én vagyok az utolsó ember, aki megvédje a LOL-t. Hát ez hülye. Az, hogy ilyen volt a játék. Ez egy kibaszott cinematic trailer. Nyilván látszik, hogy valaki rárakott a karakterekre dolgokat, és nem a Riot Games tette rá. Hogy lehet? Ez ki hiszi el? És akkor megint az van, hogy a Volkok csinálták ezt. Ez idiótaság. Ez úristen, na várja. Régen ilyen volt, látjátok? Harcoltak a férfiak, meg a nők is harcoltak. De hát az egyenlőség nem... Akkor ott miért fájtoltak a nők? Vagy ez hogy van? Vagy most akkor régen háborúpárti volt a játék? Kiscreenelek egyet. Yasuo, na nézzük, ezt kiscreeneljük. Hoppá! Actually igaza van. Nem hazudott. Kirakták. An ally has been slayed. Ezt kirakták.
Ez a Pride hónap miatt. Most kiraktak 4 darab képet a Pride hónap miatt. Ez ilyen nagy probléma? Szerintem csak az unokától hallotta, hogy vannak benne meleg karakterek alólban, és betelefonált az irodába, hogy másnapra kell erről csinálni egy videót. Na hát mindegy, reméljük, hogy emiatt kevesebb ember fog játszani LOL-lal, és emiatt ezzel is meg tudjuk menteni őket ettől a játéktól. Hát ez egy poén volt a játékban, nem változtatták meg. De hogy változtatták meg, ez csak 4 darab kép, amit kiraktak Twitterre. Nem hiszem, hogy ezután vagy ezelőtt volt bármi, ami ezzel kapcsolatos. Hogyha így visszatekintünk, erősen kétlem, nézzünk média. Aha, várjál, hol vannak? Itt ez mi? Stand behind me, lesbians, I'll protect you. Hát tesó, ez szerintem real shit. Ezt én nagyon adom, hogy nem tudom ki csinálja a League of Legends-nak a Twitterét, de... Get Wi-Fi anywhere you go! Ezt nézzétek, ez is a League of Legends-nek az oldalán van. Kíváncsi vagyok, mikor hozza le a Patrióta, hogy izé... Azt akarják, hogy ezt a cuki kis állatot szétb***ták katonákkal? Hát nézd meg, ott jön a Yasuo, és szét fogja várni. Ez mi? Hát mikor hívjuk az állatvédőket? Tehát még el sem intottuk a zenét, de már pár ilyen alap dologgal kész is vagyunk. Szóval az első dolog, ami kell, hogy be fogjuk állítani a hangerő arányokat, de csak ha elindítjuk, hogy nem van kell. Na ne. Dobok még egy rózsát, hogy ne feledd, és táncolj még nekem. Ezt nem hiszem el amúgy, ez tényleg benne van. És ez kajak. Megkérem. 4 teát, 4 gyereket egyedül nevelek, és egy fél kiló parasz kenyeret. Mit kérsz? Fél kiló parasz kenyeret. Fél kiló parasz kenyeret. És 5 teát. Milyen tej? Teát, hagyott ott itt a hűtőbe. Narancsosan. Ja, egy perc. A teát, tessék. És kenyér? Van sokot, nem? Nem elég? Nem elég, sok gyerek van. Hány? 5 gyerek. Nem 4 volt az előbb? Hello? Hú, bazzeg, ez az infláció nagyon durva. 4 unoka. 4 unoka, értem. 10 van, általában, hát 10 mert... És nem lehet munka? Nincsen, megvan munka a kezem, édesmivel. Jaj, megműtötték a kezét 10 éve, bazzeg, akkor nem lehet dolgozni. A kurva életben, hát ez lifehack. Bocsánat. Jó. Valamit nem tudnál sem. Mit mond, részeg? Segíteni az alvéletben, meg kéne ideg szépen. Te segítetem, nem? Igen, köszönöm. Jó. Ezt nagyon szeretem én is amúgy. Adsz nekik valamit, és akkor még többet akarnak kérni. Nem egyszer volt ilyen, de úgy leüvöltöttem a nőt, hogy szerintem hallott az egész kőbánya Kispest. Kérdezte, van-e apróm? Mondtam, van apróm. Adtam neki 100 forintot, mondom, akkor viszont látásra tudod, biztos elmegy a faszomba. Mert láttam ezért Burger King-es zacskót, ezért hamburgert nem tudok adni neki, hogy valamit adjak, még nagyon éhes. Most azonnal takarodj innen, mondom. Hogy van pofád, érted? Tehát tényleg, mindennek a legalja. Kajak, amikor ilyen van. Meg amikor kamuznak össze-vissza. Azt utána meg elmennek, az piára költik a pénzbe az meg. És csodálkoznak, hogy itt tartanak. Szervezetten csinálják a kamu hajléktalanságot. Ilyen is van, akkor lehet, hogy ezért van annyi hajléktalan, nem? Akkor lehet, hogy amúgy tényleg, hát akkor igaza volt a Trombinak. Nincs is szegénység Magyarországon, hát az összes hajléktalan kamuzik. Amúgy srácok, mondok egy nagyon nagy fun factet, ezt nem mondtam még streambe, csak Instára írtam ki, de nagyon átbaszott minket a Pizza King, szóval mostantól beefen van a Pizza King-gel, a k***vanyját a Pizza King-nek innen is üzenem, és ezt ki kellett adnom magamból. 3 órát vártunk a pizzára éjjel, tehát amikor nem rendel senki az ég egyet a világon, nem voltak képesek kihozni. Kihozták az utolsó pizzát, mi voltunk az utolsók, nyilvánvalóan nem más szoktak szállítani a futáraik. Pizzát szállítottak nekünk, 2 darabot, a szósz kimaradt, az innivaló kimaradt, és meg se sütötték normálisan, ráadásul még hideg is volt. Úgy volt szara, hogy volt, ehetetlen volt. A Foodora visszaadta pénzemet, hál' Istennek, de én hívogattam őket, az ott megadott telefonszámon, ami Foodorában ott volt, nem vették fel egyáltalán a telefont, SMS-t is írtam nekik. Legutóbb az eszembe jutottam, úgy pont tegnap azt hiszem, és írtam nekik megint egy SMS-t, hogy szia, eszembe jutott a múltkori, mikor nem válaszoltatok, és csak annyit szeretnék mondani, hogy a anyátokat. De arra se kaptam választ, szóval minden kultúrát bevetettem, amit ott szoktak használni egy Pizza King-eseknél. Hát nekik tuti nem tökéletes a Trustpilot értékelésük. Maradjunk annyiba amúgy. Ezt kaptuk. Ez alig megsütött pizza. Undorító. Nagyon hideg. Szörnyű amúgy. És a tartárt is elfelejtették teljesen. Most ízletelem még ezt. És... Hát ilyen cukros, egy kicsit a paradicsom szósz benne,
Én paradicsomos gombóc vibe-okat ad nekem. Illetve sajt rajta úgy néz ki, mint hogyha partonások lennének. Már nagyon meg van száradva. Nagyjából elmintem, hogy a pékségbe tudsz venni így. Nem tudom, délután egykor mondjuk. De ehető, így hidegen is. És ezért fizettem is amúgy, és nem keveset. Most sikerült befeküdni az ágyba, miután már kikeltett a futár egyszer. És köszi. Most már fáj a gyomrom. Eddig csak a fejem fájt, de most már a gyomrom és a fejem is fáj, szóval jó éjszakát. Hogyha tudtok olyan dolgot, amit a fogyasztóvédelemnek szívesen reportolnátok a Pizza King-el kapcsolatban, akkor azt is el lehet küldeni amúgy, és azt elküldjük a fogyasztóvédelemnek. De amúgy ti is tudtok, amúgy meg tudjátok ti is csinálni ezeket, mindjárt megmutatom a weboldalt. Fogyasztóknak hogyan fordul a panaszlap? Ja, hogy ugyanúgy, hogy a GVH oldalán kell azt is, értem. Jó, hát akkor itt, amit beküldött a Pixel Kontakt, ott tudtok panaszt írni, hogyha van. Esetleg képet is tudtok hozzá csatolni, hogy megmutassátok, milyen fasz a pizzát kaptatok. Ezeket nyugodtan tegyétek meg, és éljetek a polgári jogaitokkal, mert ez egy tök király dolog, és hogyha vannak ilyen észrevételeitek, akkor ezeket el kell küldeni a megfelelő helyre. Nem szeretnéd te sem azt, hogy szar pizzát tegyenek az emberek, vagy csak ne rendelj onnan. Igen, az egy oké, jó. Pislogunk rajta, csak hogyha mondjuk mindegyik étterem ezt csinálná, akkor már nem lenne az, hogy ne rendeljön, nem, mert mindegyik szar lenne. És ha megengeded mindegyiknek, hogy szar legyen, akkor meg érted, el lehet játszani ezzel a gondolattal, de szerintem az lenne a legjobb, hogyha nem lennének ilyen éttermek. Nem gondolod? Egyszer már volt a fogyasztóvédelem, ezt megmutatom, várjátok, csak hogy miért beszélek így a Pizza Kingről, azért vannak itt bizonyítékok is ám, videós bizonyítékok, nem vagyok benne biztos, ez a videó. Igen, ez tudja, hogy a Pizza King. Nézzétek meg a logót, ez tudja, hogy a Pizza King, nem? Így homályosítva is azért ez annak tűnik, nem? Fúj, bazd meg, ez így? Így? Fedél nélkül meg minden benne a hűtőbe? Sajt! Mennek rajta bogarak, geci! Én amíg megettem. Finom nem volt, de megettem. Tehát, hogy frissen jobb lett volna. De mással foglalkozott a futár sajnos. Nem ért rá. Az igen! A Ratatouille! Semmi kompenzációt nem kaptam a Pizza King-től. Én a Pizza King, itt írják is. Pizza King, csak hogy mindenki tudja, az egyik legrosszabb pizza egész Budapesten már sok éve, de semmi gond, mert nemrég volt bemutató film a tulajdonosáról, aki már milliárdos lett az üzletből. Egy iraki bevándorló, Melhem Saad, itt lehet megtekinteni. Let me see. Így telik Melhem Saad, a Pizza King tulajdonosának egy napja. Nézzük meg, milyen életet él. Ő is vajon ezeket a kajákat eszi. Vajon ebből a konyhából zabál? Na jó, hát az annyira nem érdekel amúgy, őszinte leszek. Látjuk, hogy jó lél, ő legalább már jó lél igazából, aztán ennyi. Egyék a pizzát az emberek, most érted, mi van, hogyha patkány van benne? Backstage buli után leszakad a bugyimi. Baby rajtad, ragyoghat a Louis-vi. Ja, baby, ragyoghat a Louis-vi. Ez szörnyű, de amúgy képzeljétek el, egy Echo, meg Turo, meg egyéb emberkék csináltak zenét a Hey Stomikával. Kiváló lesz, ha ezt leborul előttem a széna. Sok droid takar, rogyon rá a maradékra. Kill boy flow, kill more, nincsen préda. Nem áradt meg a csajod, nincsen már haladéka. Ezzel überelem szerintem. Meg az utca szíva csendek.